minden tájáról és Ázsiából érkeztek nukleáris területen dolgozó kommunikációs szakemberek az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége, azaz a VANO Pakson tartott workshopjára, amelyet az MVM Paksi Atomerőmű ZRT és a Paks 2 Atomerőmű ZRT közösen szervezett. A két magyarországi atomerőműves cég aktív tagja a világszövetségnek. A szakmai eszmecserére érkezőket a beruházásért felelős miniszter Süli János üzenetét is tolmácsolva Lenkei István, a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatója köszöntötte. Süli úr megbízott azzal, hogy örömmel köszöntsem a VANO konferencia résztvevőit, külön örömmel azért, hogy ebben a körben gyakorlatilag nekünk nem kell bizonygatni azt, hogy a nukleáris energiának a előnye mi, nem kell bizonygatnunk azt, hogy melyek azok a legfontosabb elemek, amelyekkel a nukleáris energia biztosítja a villamos energiaellátást stabilan, megbízhatóan szerte a világon. Nem kell bizonygatni ebben a körben azt sem, hogy a nukleáris atomenergetika, tehát az atomenergetika egy kiforrott, biztonságos technológia, és azt sem, hogy a klímavédelmi céloknak az eléréséhez elengedhetetlenül szükséges. Elengedhetetlenül szükséges, úgyis, ahogy a ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület is ezt kimondta, gyakorlatilag azt, hogy a klímavédelmi célok eléréséhez az atomenergia nélkülözhetetlen. Ez nagyon fontos mindenki számára, mert azokat az embereket is, akik eddig bizonytalanok voltak, talán a mi oldalunkra tudja állítani. Lenkei István felhívta a figyelmet, hogy nem Magyarország az egyetlen, ahol döntés született atomerőmű építésről. A klímavédelmi célok elérésében, ellátásbiztonságban fontos szerepet játszó nukleáris áramtermelés megtartásáról. Önök, akik itt vannak, pontosan és jól tudják, a munkájukból kifolyólag is, hogy számtalan új erőmű épül. Igaz, hogy ezek túlnyomó többségében a világ keleti felében épülnek, de nagy örömmel lehet azt mondani, hogy ez a fejlesztés és ez az intenzív munka, ez a világ többi részére is hat, és azok az országok is, akik eddig nem rendelkeztek, vagy többen közülük, akik eddig nem rendelkeztek atomenergiával, úgy döntöttek, hogy elindulnak ezen az úton. Azon az úton, hogy egy stabil, megbízható energiaellátási forrásuk legyen, azon az úton, hogy a klímavédelmi célokat ők is teljesíteni tudják. Az atomerőművek teljesítménye kiszámítható, ezért stabil alapot biztosítanak egy ország energiaellátásához. Emellett az atomenergiát választó országok, illetve az egész világ klímavédelmi céljait szolgálják, húzta alá Lenkei István vezérigazgató. Emlékeztetett rá, hogy a Paksi atomerőmű jelenleg működő 4 blokja 20 éves üzemidő hosszabbítást követően a 2030-as években eléri üzemideje végét. Magyarország adottságai mellett kizárólag az atomerőművek képesek ipari mennyiségben üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül biztonságosan, megfizethető áron villamos energiát termelni, a hosszú távú ellátásbiztonságot garantálva. Ezért született döntés két VVER 1200-as blokk létesítéséről, húzta alá a vezérigazgató. Azért, hogy Magyarország nemzeti energiastratégiáját biztosítani lehessen, be lehessen tartani, amely nemzeti energiastratégia az atom, szén, zöld, hármasra épül. Feltétlenül szükség volt és szükség van új atomerőmű blokkok építésére is. Ezeket a blokkokat kezdetben bővítésnek, vagy blokkok építését bővítésnek neveztük, de ez csak egy átmeneti időre szól, amikor az új blokkok belépnek és a régi blokkok még üzemelnek, arra az időre bővítésnek számít. Azt követően már kapacitás fenntartásról van szó gyakorlatilag, és ezért a szakmailag korrekt és politikailag idézőjelben politikailag korrekt elnevezése ennek a programnak kapacitás fenntartás. Mint ismeretes önök előtt, de erről is lesz majd szó későbbiek során, az alapdöntések már korábban megszülettek az új blokkokkal kapcsolatosan. 2009-ben volt az a parlamenti döntés, ahol több mint 95%-os részarányjal a parlament akkori parlamenti pártok teljes egységében
egységben megszavazták, hogy az új blokkok építését, tehát ezzel kapcsolatos munkákat folytatni kell, illetve el kell kezdeni a konkrét építést. A jelenleg üzemelő négy összesen 2000 megawatt teljesítményű blokkot két egyenként 1200 megawatt teljesítményű korszerű blokk váltja fel. A Paks 2 Atomerőmű ZRT feladata ennek a két kapacitás fenntartást szolgáló blokknak a létesítése és ezzel párhuzamosan engedélyezésként felkészülés az üzemeltetésükre. Ebben a munkában a Paks 2 Atomerőmű ZRT számít a paksi atomerőműben, illetve a teljes hazai nukleáris ágazatban felhalmozott tudásra, tapasztalatra, mondta Lenkei István. Elmondta, több együttműködési megállapodást kötöttek az ország határain belül és nemzetközi szintéren. Külön kiemelte, hogy szoros a munkakapcsolat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, a konferenciát szervező Vanóval és a Foratommal. A Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatója arra is kitért, hogy a beruházás a régió fejlesztését is előmozdítja. Ez a munka nem csak atomerőmű szűken vett technológia építést jelent Magyarország számára, hanem a régiónak a fejlesztését is jelenti, annak a régiónak, a szűkebb és a tágabb régiónak a fejlesztését, ahol infrastruktúrális beruházások mentén, infrastruktúrális beruházásokkal ez a régió tovább tud fejlődni és hosszú távon fejlődni tud. Ennek része az, hogy a magyar-orosz új blokkokkal kapcsolatos szerződésben van egy kitétel, amelyik arról beszél, hogy 40%-át a itt végzendő munkáknak, 40%-os részarányát az itt végzendő munkáknak magyar cégeknek kell, vagy lehetőség szerint kell elvégezniük. Benne van ebben a munkában az, hogy itt a környezetben 47 település fejlesztése, és a 47 településnek a szövetségében a fejlesztésnek a folytatása is megvan. Leber Ferenc, a Paks 2 ZRT vezérigazgatói kabinet vezetője a konferencia keretében bemutatta a magyarországi villamos energiarendszert, az atomenergia abban betöltött szerepét, majd beszélt a kiválasztott blokk típusról. The VVR 1200 reactor type was chosen for the new build, and this is a pressurized water reactor as well. Leber Ferenc elmondta, hogy a 3 plusz generációs reaktorok esetében aktív és passzív biztonságvédelmi rendszerek szavatolják a biztonságot. Dr. Hugyec Attila vezérigazgatói főtanácsadó a tervezett atomerőmű nemzeti és EU-s jóváhagyási folyamatát ismertette, kiindulva az előkészületek megkezdését engedélyező 2009-es parlamenti döntéstől. Kitért a környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó lakossági tájékoztatás sokrétű folyamatára, és felidézte azt is, hogy az Európai Bizottság minden Paks 2 projektet érintő vizsgálatot lezárt. Azt is kiemelte, hogy a magyar szakemberek több évtizedes üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek az atomenergetika terén. One more thing, that experience in operation, maintenance, licensing is very important. In Hungary we have 30-35 years experience in nuclear licensing, operation, maintenance, nuclear education, which is all related to the Russian technology. A Vanó konferencián az új kommunikációs eszközök, csatornák használata során szerzett tapasztalataikat is megosztották egymással a különböző nemzetek képviselői. A Paks 2 interaktív kamionját egy személyes látogatás során ismerhették meg a szakemberek, a jármű ugyanis megszakítva országjáró körútját, a workshop idején egy napig Pakson állomásozott. A személyes találkozás lehetősége és a közvetlen tájékoztatás bír a legnagyobb kommunikációs erővel, e célt szolgálja az interaktív kamion is, amely máig közel 350 ezer vendéget fogadott, mondta el Szeri Balázs, a Paks 2 ZRT kommunikációs főszakértője, aki be is mutatta a kamionon található interaktív eszközöket. You can find several information regarding this. Всевозможную информацию. Mitli Ágnes vezető kommunikációs szakértő a Paks 2 ZRT belső kommunikációjáról, illetve az azzal összefüggő tervekről tartott előadást, majd a jelenlévők megosztották egymással e téren szerzett tapasztalataikat, ötleteiket.